Ez az együttműködés, amely 4 évvel ezelőtt elindult, minden évben hoz valami újat, minden évben hoz valami novumot. És előtte sokan beszéltek arról, hogy a kórház ugyan itt van Szekszárdon, de nem része a város életének. Mára ez is megváltozott, és a kórház a jövőben is szerves része lesz Szekszárdnak és a városvezetés gondolkodásának. Minden olyan fejlesztést, mely az egészségügyet szolgálja, a lehetőségekhez mérten támogat majd a város, mondta megnyitó beszédében Ács Lezső polgármester. Mi nagyon sok teendőnk van annak érdekében, hogy a fiatalok, mikor eldöntik az egyetem elvégzése után, hogy hol képzelik el a jövőjüket, akkor mondjuk Szekszárdban is gondolkodjanak. Az, hogy a kórház oktató kórházát, az, hogy a Balassa ösztöndíjat elindította, és nem várja a fiatalok jelentkezését, hanem eléjük megy, elmegy az egyetemekre, bemutatja a kórházat, illetve bemutatja a város, hiszen nagyon fontos az a közeg, amelyben egy intézmény, egy egészségügyi intézmény működik és dolgozik, és ahol az ott dolgozók élnek, ezért a várost is meg kell mutatni. Német Csaba főigazgató évértékelő beszédében beszámolt mindazokról a fejlesztésekről, melyek a magasabb színvonalú ellátást és az eredményesebb prevenciós feladatok elvégzését szolgálják. A jövőről szóval kifejtette egy európai színvonalú, kényelmes, emberbarát kórház a cél. Mindehhez jól kapcsolódik az a tendencia, hogy minden eddiginél több jelentkezője volt a tudományos napnak. Változatlanul működünk és biztonságosan működünk, de ezt a biztonságos működést nem kevés munkával és nem egyszerű módon tudjuk biztosítani. Ebbe azért valamennyivel könnyebb körülményeket is el tudnánk képzelni. A 17. Balassa napon a kórházért legtöbbet tevők, összesen 13-an vehették át a Balassa díjat. Az idei esztendőben a legjobb közösségnek a fertőző osztályt választották a bírálók. Mindig őszinték vagyunk egymáshoz, tehát ami probléma van az osztályon, azt mindig megbeszéljük, kibeszéljük, és többet olyan nem fordulhat elő, ha ez negatívum. Egyébként pedig a betegek is elismerik azt, hogy mi egy jó kollektíva vagyunk, szeretnek ott lenni az osztályon, arról nem is beszélve, hogy most már nem csak a kollektíva jó, hanem a hely is nagyon szép. Az idei esztendőben a tudományos pályázatra beérkezett művekből a legjobbnak dr. Kovács Gáborét, a sebészeti osztály szakorvosáit választották, míg a közönségdíjas előadás dr. Kovács Dóráé, a szemészeti osztály szakorvosáé volt.